Sziasztok! Sokaknál láttam már ezt a típusú videót, és nekem igazából nagyon tetszik, hogy egy picit beleleshetek abba, hogy ki mit eszik, illetve hogyan is étkezik. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ebben a videóban én is megmutatom nektek, hogy mit eszem ma. Egy kis info az én étkezésemhez kapcsolódóan, nekem inzulinrezisztenciám van, ami azt jelenti, hogy egy speciális diétát kell tartanom, meg van határozva, hogy hány gram szénhidrátot ehetek egy nap, illetve hogy egy-egy étkezésre hány gram szénhidrátot kell megennem. Nagyjából 3 óránként kell étkeznem, vannak bizonyos dolgok, amiket nem ehetek, például finomított lisztet, vagy finomított cukrot tartalmazó dolgokat, illetve ritkán eszem krumplit és rizst. Vannak bizonyos tiltólistás gyümölcsök is, például a banán vagy a szőlő, és arra is oda kell figyelnem, hogy mikor mit eszem, mert például reggelire nem ehetek gyümölcsöt. Szóval elég sok mindenre kell odafigyelni, de azért már elég jól belerázódtam szerintem. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mit ettem ma, akkor tartsatok velem! A reggel szinte mindig kávéval indítom, általában ezt a kétfajta Dolce Gusto kapszulát szoktam venni. Azért ezeket, mert ezek nincsenek előre édesítve, úgyhogy én szoktam tenni egy kis eritritet hozzá, illetve tejszint, mert hogy reggel nem ihatok tejet, meg amúgy se nagyon kéne tejet innom. Azt hiszem most ezt raktam a gépbe, úgyhogy meg is csinálom a kávémat. És akkor ez itt a reggelim, 2 szelet purpur teljes kiörlésű kenyér, sajt, különböző felvágottak, paprika. Egyébként most van 7 óra, nagyjából ilyen tejben szoktam reggelizni, és körülbelül 3 óránként eszem. Ez lesz itt a 10 óraim, ez egy Joya kókusztejből készült joghurtszerűség, ez cukormentes, illetve nincsen benne szója sem, és eszek hozzá 3 darab ilyen cukormentes, teljes kiörlésű gulyonkekszet. Én ezeket nagyon szeretem, egyébként a gulyonnak van több fajta keksze is, amit ijjeresként is ehetek, de ezek a kedvenceim, ezeket szoktam így önmagában enni, vagy akár joghurt mellé, de van, hogy valami ilyen fincsi desszertet csinálok belőlük. Ez lesz az ebédem, ez tejfölös csirkepaprikás, ami most csirkemellből készült, illetve ez pedig teljes kiörlésű nokedli. Hát a nokedlik egy picit nagyobb lettek, de ettől még nagyon finom. Ja, és veszek majd még elő hozzá ecetes uborkát, ami természetesen cukormentes. Én kb. Mindenhez eszem ecetes uborkát, egyszerűen imádom. Mindjárt 4 óra van, úgyhogy bekapok valamit uzsonnagyanánt. Először is iszom egy ugyanolyan teljes kávét, mint amit reggelire is ittam. Illetve eszem egy knuspit. Aki látta az előző vlogomat, az már találkozhatott ezzel. Ezt az Aldiban lehet kapni, és olyasmi, mint a Knoppers, szerintem azt ismeritek, csak ez annak egy picit egészségesebb verziója, ugyanis ez teljes kiörlésű lisztből készül, és nem tartalmaz finomított cukrot, és hihetetlenül finom, de tényleg, aki azt gondolná, hogy ez valami furcsa diétás édesség, kóstolja meg, mert tényleg nagyon jó. És egyébként azután a vlog után néhány nappal egy csomóan írtatok üzenetet, meg küldtetek képeket, hogy ti is megkóstoltátok, és nagyon ízlik nektek. Úgyhogy nagyon örülök, hogy megismertethettem veletek knuspit. Én ezt most szépen megeszem uzsonnára. Ez lesz az én vacsorám, gombás rántotta egy kis rukkolával, illetve egy szelet teljes kiörlésű purpur kenyér. Lili és a férjem pedig a tejfölös paprikás csirkét fogják enni vacsorára, amit én is ettem ebédre, és szerintem ezután fogok még enni majd egy kis kesudiót, mert ez így kevés szénhidrát vacsorára. Mivel tök jó idő van, és napközben a nagy meleg miatt nem tudtunk kijönni, így most sétáltunk egyet, és bementünk a Fragolába. Hát ez nem volt betervezve, ez a kis bűnözés. Vagyis hát annyira nem bűnözés, mert hogy cukormentes piemonti mogyoró fagyit eszem, és ez valami isteni finom. Hihetetlenül krémes,
sejmes, bársonyos, és olyan íze van, mint a Kinder Bueno-ban a mogyorókrémnek, baromi finom. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor írjátok meg kommentben és lájkoljátok. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!